Nagyon örülök, hogy az ötödik rész az ennyire elnyerte a tetszéseteket, a ti tetszéseteket. Időben szúrom a sorokba az ötödik rész, hogyha esetleg még eddig nem láttátok volna. És nem is igazán tudok többet elmondani annál, mint amit már az előző részekben is elmondtam. Nem is húzom tovább a szót. Kezdjük. Hiteles vagy kamu, hatodik rész. Ezt a videót egy nagyon érdekes történettel kezdjük, pontosabban folytatjuk. A hiteles vagy kamu második részében egy külön fejezetet szenteltem a lilafüredi sziklaszellőzőnek, a szerintem két darab szellemhangnak. Megmutatom, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Nagyon mély. Nem tudom, és hallod a visszhangot? Nem semmi. Szokta az öregem. Alapzat, tehát itt mehetett egy kábel nyugodt szívvel ott. No. Szóval röviden, tömören. Szokta az öregem. No. Engem így már több hónap után is kirázott a hideg, amikor ezt a hangot meghallgattam. Először szerintem a sapka az öregen, majd később meg kell kérjelek titeket, próbáljátok meg. Szerintem ez hallható, lejátszom újra a biztonság kedvéért. Szokta az öregem. No. Na szóval is ezek után a nézők észrevették ezt a szellemhangot ugye az Urbex-es srácok videójában, és szóltak nekik, hogy hello, van egy hang a videóban, ami hát nem oda tartozik. A srácok visszamentek, hogy hát ha sikerül rögzíteniük valamit újra, de semmi. De a második látogatás után az egyikük olyan rosszul érezte magát, hogy elmondása szerint, mintha minden energia kiszállt volna belőle másnap, és többen ugyanezt mondták el, hogy ott jártak, és másnap voltak, akik így teljesen megváltoztak, kikeltek magukból, megőrültek, stb. És miután beszéltem erről ugye ebben a videóban, én is több levelet kaptam, e-maileket, privát üzeneteket kaptam tőletek, amelyekben ti is ugyanerről számoltatok be, pont ugyanarról, mint az Urbex-es srácok, hogy miután meglátogattátok ezt a helyet, másnap, mint hogy teljesen más emberek lettetek volna. Kaptam egy olyan e-mailt is, amiben magyarázatot találunk arra a bizonyos sapka az öregen szellemhangra, mégpedig azt, hogy volt egy roma származású úriember, aki magára kötött egy kötelet, leereszkedett ebbe a bizonyos szikla szellőzőbe, mert hát el akarta vinni azt, ami nem az övé, szépen mondva, magára kötötte a kötelet, ami rácsavarodott, és hát az életét vesztette. És ami érdekes, legalábbis az e-mail alapján, hogy ezt a roma fiatalembert mindenki úgy hívta, hogy a kalapos fickó, mert mindig kalapot viselt. Ez egyébként egy valóban egy megtörtént eset, a Barlangkutató Egyesület oldalán bővebben lehet olvasni erről a halálesetről. Azt írják, hogy hozzám hasonló korú és testalkatú férfi volt, az 50 év körüli és legalább 80 kg, a haja fehér poros volt, mint a hátam a betoncsőben, valószínűleg felfelé haladtában már elvesztette az eszméletét, és a feje a betonfalhoz dörzsölődött. Egy széles, dupla csatos bőröv volt a mellkasa körül, ami sokszorosan rácsomózott jó minőségű 14-es hegymászó kötéllel volt megkötve. Később megtudtuk, a színes fém gyűjtésből élő tettesek részkábelt szerezni indultak ekkora sziklába. Vagyis a történet az valóban igaz, egy 50 év körüli roma fiatalemberről van vagy volt szó, aki lopni indult ekkora szellőzőbe. Ketten voltak apa és fia, a fiú eresztette le az apját, de az apa az életét vesztette. Ez maga a történet háttere. Pár napja viszont újra megkerestek engem az Urbex-es srácok, hogy valaki pár napja szintén meglátogatta ezt a szikla szellőzőt, és ezek után a kórházban kötött ki. Csatolták is számomra a levélben az ambuláns lapot, néhány infót én itt kitakartam, és mint az itt is olvasható, többször is megnézték a videómat, amiből nem is lett semmi baj, de másnap hajtott őket a kíváncsiság, ezért elmentek a szikla szellőzőhöz, és miután hazaértek, az egyikük elájult, hívták a mentőket, és az olvasható pontosan, hogy a párja szeme el volt vörösödve, rászkódott, olyan volt, mintha megszállta volna egy szellem. Azért is mutatom be újra ezt a történetet nektek, mert valamilyen szinten én is felelősnek érzem magam a történtekért, lehet, hogy nem mondtam el kellő komolysággal a múltkori videóban, hogy ne,
nem menjetek a szikla szellőzőhöz. Bár tudom, hogy az én szavam az szinte úgyse fog visszafogni majd senkit, de ezen példákat látva jobb félni, mint megijedni. És hogy mi lehet a háttérben, mi lehet a megoldás, hát arra sajnos én sem tudok nektek válaszolni. Vannak különböző elméleteim, de egyiket sem mondanám biztosra. Ami a lényeg a mi esetünkben, hogy szerintem valódi szellemhangokról van szó, és még egyszer kérlek titeket, nem menjetek a szikla szellőzőhöz. Folytassuk talán egy olyan videóval, amiről én mindenképp meg szerettem volna szólalni, mert nagyon sokan írtatok és jelöltetek meg ezzel a videóval és hasonló videókkal kapcsolatban, amikor valaki vagy valakik csak úgy eltűnnek. Egy hasonló videót hoztam most el nektek, az egyik legnézettebb ilyen videót, az egyik legfelkapottabb videót, amikor egy iskola buszon valami váratlan történik. Everybody listen up, you need to get in your seats right now. Hey, you kids, sit forward please, facing forward, thank you, that's what I like. Whoa. Everybody hang on! Oh. Is everybody okay? Nem túlzok akkor, hogyha azt mondom, hogy szinte minden nap elküldtétek nekem ezt a videót, vagy e-mailben, vagy privát üzenetben, sőt, még a Fekete Terem csoportban is valaki posztolni szerette volna, mert szinte senki nem érti, hogy mégis mi a franc történik ebben a videóban. A gyerekek egyszer csak úgy eltűnnek. A sofőr megáll, rémülten körbenéz, mert azt hiszi, hogy a gyerekek csak elbújtak, de sehol senki. Szerintem felesleges lenne messze menő elemzésekbe és a felvétel szerkesztésének a technikájába belemennem, ugyanis szerintem egyértelmű bizonyíték van arra, hogy ez a videó, ez sajnos egy szerkesztett videó. Mégpedig a Perhaps Today egyik kampány videója. A kampány leírásában azt olvashatjuk, hogy amikor a férfiak és a nők, fiúk, lányok szerte a világban eltűnnek, akkor a világ aggódva figyeli majd ezeket a felvételeket, amelyek szinte mint egy megállíthatatlan vírus terjednek majd a világban. Ezek a már-már valósághű felvételek olyan kíváncsiságot keltenek az emberekben, amelyek elvezetik őket a weboldalunkra, ahol többet megtudhatnak az evangélium üzeneteiről. Ezen videók célja, hogy olyan izgalmas, érdekes tartalmat hozzanak létre, hogy a világ egy kicsit megálljon, és elgondolkodjon egy picit a próféta jövendülésein, és megtalálja a választ Isten szavában. Igen, csak egy vallási felekezetről, gyülekezetről van szó, akik így ezen videókkal próbálják meg növelni a híveiknek a létszámát. És hát szerintem ez egy jó döntés volt a részükről, jó lépés volt a részükről, mert hát úgy tűnik, hogy működik. Szerintem egy nagyon, de nagyon érdekes videóról lesz szó, és már most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok majd a felvételről. A következő videót egy Fülöp-szigeteki taxisofőr töltötte fel a Facebook oldalára. Taxivlogok, párbeszédek, helyzetek az utasokkal, a személyiségi jogokat figyelembe véve. Amúgy ez még egy olyan izgalmas formátum is lehetne, hogyha érteném, hogy miről van szó. De a következő videót még érteni sem kell, hisz egy olyan utast láthatunk, vagy épp inkább nem láthatunk a most következő felvételen, aki hát nem épp egy átlagos utas.
Multata yung nasa akin ko ah. Ay, shit. Wala. Multo yung nasa akin ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Scout Barrio sabi. May sumakay kanina, wala. Shit! Ilyen és ehhez hasonló felvételt talán én még nem is láttam soha. Legalábbis eddig bármilyen videót elemeztem, mindig volt valami, amit elemezni lehetett, de ebben a videóban nem látjuk, hogy ki ül be a hátsó ülésre, sőt, még csak a hangját sem halljuk, semmi. Olyan, mintha a taxisofőr egy dialógust játszana el, egyedül. Nem látjuk, ahogy a fehér ruhás nő beszáll a taxiba, azt sem halljuk, hogy mit mond, de a leírások szerint Jerick igenis hallotta, hogy mit mond az utas, hogy hová szeretne menni, meghallgatja, elindítja az órát, és csak később döbben rá, hogy hátul nem ül senki. Hát először is annyit hadd tegyek hozzá az előbb látottakhoz, hogy hát már igen, meg lehet azt is oldani, hogy egy autó ajtaja az magától kinyíljon, pont úgy, mint a kéréses videónk esetében is. Viszont ahogy így nézegettem Jericknek a videóit korábbról, az ő taxija az nem rendelkezik ilyen funkcióval, mert a videóiban az utasok mindig saját maguktól nyitják ki és zárják is be az ajtót, ami azt jelenti az elemezendő videónk esetében, hogy az ajtó az magától nyílt ki. Most már csak az a kérdés, hogy Jerick kit vett fel és miért? Kit látott az út szélén? A videó hitelessége csak azon áll és azon bukik, hogy hiszünk-e Jericknek vagy sem. Elhisszük-e neki, hogy látott és hallott is egy olyan valakit, akit a kamera nem? Vagy nem hiszük el neki, mert egy kamerának mindent látnia kell, amit az emberi szemnek is? Jerick színészi munkájáról is ejtsünk néhány mondatot, mert ez esetben a színészi munka az nagyon árulkodó lehet. Én azt a pontot emelném ki, és ezt csak nagyon kevesen tudják így eljátszani hitelesen, amikor Jerick észreveszi a visszapillantóban, hogy rajta kívül nincs senki más a taxiban. Először az oldalsó tükörbe néz bele, majd a középsőbe, és ekkor tűnik fel neki, hogy egyedül van. Én már csak azt nem értem, hogy ha belenézünk ugye a középső visszapillantóba, akkor abból nem látjuk azt, hogy ki ül mögöttünk hátul az ülésen. Tudom, mert a kisfiam az hátul utazik, és ahhoz, hogy lássam őt, ahhoz nem elég csak a visszapillantóba belenéznem, hanem fizikálisan is hátra kell nézzek ahhoz, hogy lássam őt. Szóval ez a rész ez nekem egy kicsit csántít. Ezt a videót én csak ezért az egyetlen egy furcsaságért titulálom, vagyis gondolom kamunak, meg hát azért is, mert én már bizonyíték nélkül én már nem hiszek el nagyon semmit, csak azért, mert egy kedves figuráról van szó. Ennek ellenére kérlek titeket, hogy beszéljünk erről a videóról odalent a kommentekben. Nem akarok én sem azért mindent kamunak titulálni és bélyegezni azonnal, de szerintem meg kell húzni azt a határt, és ez a videó ez már sajnos nagy bánatomra már azon a bizonyos határvonalon kívül esik. Az alábbi csatornával azért szeretnék foglalkozni, mert nemrég valaki elküldött nekem erről a csatornáról egy videót, azzal a címszóval, hogy felhívással, hogy na ezt magyarázd meg. Egyébként ez egy olyan csatorna, amivel én már szerintem foglalkoztam, csak nem ebben a sorozatban, de szerintem ez a videó, ez sokak számára ez ismerős lehet, szerintem ez egy legendás videó ebben a témában. Na és a most következő videónkat is ugyanerre a csatornára töltötték fel, a szellemtábláról már ugye a múltkori videóban is beszéltem, és most újra a szellemtábla használata közben egy olyan dolog történik, amit nem lehet csak holmi átlátszó damillal megoldani. Lássuk. I would find a better poncho as well. I've been using these glasses. The idea was that because it's so tall, you'd be able to see and I would... Why am I even surprised? Nem hiába mondtam azt, hogy itt nem holmi
tárgy elmozdulásról lesz szó, amit csak egy ilyen kis damillal ide-oda lehet húzogatni. Ez esetben egy pohár, egy üvegpohár robbant szét, ami hát felvet egy-két kérdést. Mégis hogy törhet el valaki így egy poharat ilyen könnyen? Valóban valami természetfeletti dolog áll a háttérben? Valóban ez egy olyan Szellemtábla átka című fejezet? Sajnos nem. Viszont még mielőtt elmagyaráznám, hogy mi történt az előző videóban, először hadd mutassak ugyanerről a csatornáról még egy videót 4 évvel későbbről. Ez a videó, ez már szerintem sokkal árulkodóbb lesz a megoldást illetően. Igen, itt is egy pohártörésről van szó. Ráadásul, hogyha megfigyelitek, akkor egy ugyanolyan formájú pohárról van szó. A trükk az nagyon, de nagyon egyszerű, és azért is tud szerintem az alanyunk élni ezzel a trükkel többször is, mert ezt nagyon sokan nem ismerik. Ezt úgy hívjuk, hogy törő üveg. Itt is látszik, hogy egy erősebb nyomást kellett az üvegre helyezni felülről, hogy eltörjön. Ezeket az üvegeket filmekben, színházakban használják, vannak cukorból és műgyantából készülő üvegnek látszó poharak, üvegek, amelyek egyik tulajdonsága, hogy nagyon könnyen törik. Pont azért, hogy például egy filmnél, vagy amikor valakit mondjuk fejbe vernek, az könnyebben eltörjön. A képen látható fickó pont egy ilyen üveget használt, ennél és ennél a trükknél is. Mindkét esetben egy nagyon kicsit megnyomja a pohár tetejét, ami pont elég ahhoz, hogy az üvegnek látszó műgyanta, az így szétrobbanva összetörjön. Alapvetően nem foglalkoztam volna a következő videóval, mert egy teljesen más videót szerettem volna nektek bemutatni e videó helyett, de mivel többen megjelöltetek és elküldtétek nekem ezt a videót, ezért akkor beszéljünk róla néhány mondatban. A következő felvételt egy elég nagy követőtáborral rendelkező hölgy töltötte fel a TikTok csatornájára, több mint 200 ezeren követik, és a legutóbbi videóját már több mint 600 ezeren megnézték, mert hát történik benne valami nagyon érdekes. És ezt nézzük most meg. Tényleg igazatok volt. A Milán akkor a lépcsőnél volt, emlékszem. Felgyújtom a házat. A szék olyan, mintha magától mozogna, többet sajnos nem tudunk meg a videóból, nagy bánatomra nem látjuk se a videó előzményét, se azt, ami utána történik, az valamiért le lett vágva a felvételről. Pedig szerintem ott lett volna a megoldás. Megvizsgáltam a szék mozgását és szinte minden apró változót abból 3 másodpercből, ami a rendelkezésemre állt, amiből én kiindultam és következtettem, azok az árnyékok és a szék mozgása voltak, és e 2 változó párhuzamossága egymással. Ezt úgy értem, hogy amikor itt az árnyék függőlegesen mozog, akkor a szék is függőlegesen mozog. Amikor itt az árnyék vízszintesen mozog, akkor a szék is vízszintesen mozog. Tehát van egy párhuzam az árnyékok és a szék mozgása között. És onnan tudom, hogy ez nem a szék mozgásából eredő árnyék, ez a két árnyék az nem a szék árnyéka, hogy az árnyék és a szék mozgása között van egy kis időbeli eltolódás. Tehát ezt a széket, ezt valaki mozgatta, és ez nem egy szellem volt. Többen írták a kommentekben, hogy de hát a szék az nem csak egy irányban mozog. Ez igaz, viszont a szék mozgása az pont úgy mozog, ahogy a szék jobb hátsó lábával azt ugye mozgatni lehet. Kvázi a szék mozgása teljesen rendben van, mert a jobb hátsó lábát azt ugye nem látjuk. Amit bárki megfoghatott és húzhatott, emelhetett úgy, ahogy akart. Tudom a saját példámból, hogyha az ember valamit dolgozik, vagy valamiben nagyon benne van, akkor nem fog emlékezni arra, hogy pontosan abban a másodpercben hol volt a másik gyereke. Ez egy hiteles felvétel, viszont nincs rajta semmilyen paranormális, mert szerintem a széket nem más, mint a hölgy kisfia mozgatta, még akkor is, hogyha ő teljesen máshogy emlékszik.
Bevallom, hogy a hiba a Matrixban jelenségről én egy teljesen külön videót terveztem, és hát valahol még mindig itt motoszkál valahol a fejemben, hogy egy csokorba összegyűjtve bemutassam nektek ezeket és az ehhez hasonló videókat, és kivételesen most is egy ilyen videó következik, amire én személy szerint bevallom, hogy nem tudok magyarázatot adni. Lássuk a videót. So he loves it. Azért is szerettem volna beszélni erről a videóról, mert hát, ha ti meg tudjátok ezt valahogy magyarázni, nekem fogalmam sincs, hogy hogy tűnhet el a felirat, és ez a két matrica arról a papírról, folyamatosan így elkezd halványodni, majd egyszer csak sehol semmi. Ez a videó egyébként egy elhagyatott börtönről szól, szóval nem ez a kis rész a videó egyik fő alkotó eleme. Ezt az apróságot utólag csak a nézők vették észre. Ez a jelenet hát nincs is a kamera középpontjában, vágás az nem történt a felvételen. Arra is gondoltam, hogy amikor a srác itt lehajol, akkor a pulcsiával, vagy a hajával, vagy a fejével letörli ezt a papírt. Mint amikor egy alumínium mágnes tábláról csak úgy letöröljük a filcet. De nem, mert ekkor még a matricák körvonala, ekkor még mindig látszik. Majd egyszer csak semmi. Jó, persze tudom, hogy szerkeszteni bármikor meg lehet egy ilyen felvételt, csak ki kell maszkolni a feliratot és a matricákat a papírról. Igen, tudom, elég pepecs munka, de simán meg lehet csinálni. De miért akarna valaki egy ilyen kis apróságot beépíteni a saját kis videójába? Mondjuk akkor már legyen egy szellem, amire fel lehet építeni, fel lehet húzni egy videót, de ez a kis apróság, ez nem ad hozzá, nem teszi izgalmassá történéseket, mert a nézők nagy része, 90%-a észre sem fogja venni. Szóval az én részemről ez a pár másodperc, amilyen kis apróság olyan nagy kérdőjel lesz bennem. Nem tudom, írjátok meg, hogy ti mit gondoltok. A következő videót kivételesen nem TikTokra vagy YouTube-ra, hanem Redditre töltötték fel, és azt írta hozzá feltöltője, hogy miközben pisiltem, azt éreztem, hogy valaki hátulról figyel engem, hátra néztem, és ezt láttam. Én amikor már először láttam ezt a felvételt, már akkor azt gondoltam, hogy hát ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Aztán elkezdtem jobban megvizsgálni a pixeleket, meg minden mást, amit ilyenkor szoktam, és hát sajnos igazam volt. Egy adott pontig azért látszik ilyen szépen ez a fej, mert a háttér az egy homogén háttér, fekete háttér, majd később a kamera pozíciója pont úgy változik meg, hogy már ne lássuk a fejet, mert az ablak tükröződése azt már nem teszi lehetővé. A múltkori videóban is mondtam, hogy mindig akik ilyen kamu videókat szeretnének létrehozni, mindig azzal a problémával találják szembe magukat, hogy oké, azt tudják, hogy hogy jelenítsék meg az állítólagos szellemet. A megjelenítéssel nincs is baj, mert elég csak elindítani egy felvételt, és azt mondani, hogy hát láttam ezt a valamit, ezért felvettem. Na de a lezárás, mert hát valahogy el kell tűnnie onnan annak a szellemnek, nem videózhatjuk azt a szellemet, az állítólagos szellemet reggelig, ezért különböző megoldásokkal megpróbálják eltüntetni az állítólagos szellemet a képről, és itt is ez történt. A kép elkezdett egyszer csak remegni, megváltozik a kamera helye,
vagyis ez esetben a telefon helye, és pont emiatt hát megváltozik az ablak tükröződése is, és így gyakorlatilag feltűnés nélkül tüntettük el az ajtó mögött álló alakot. És ami ugye még a kamu oldal felé tolja ezt a videót, az az, hogy amikor ugye belépnénk a házba, hát pont ott lesz vége a felvételnek. És hát sajnos emiatt, és az előbb említett véletlenek sokasága, többszörös sokasága miatt, szerintem nem egy hiteles felvételről van szó. A múltkori videóban is 7 videót mutattam be nektek, van ilyenkor általában egy limit, amihez én tartani szoktam magam, ami azt jelenti, hogy ebbe a videóba sajnos ma ennyi fér bele. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy egész idáig néztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb, további szép jó estét és napot kívánok mindenkinek. Találkozunk legközelebb, sziasztok!